Ugye a Sziget-Szent Miklós meglepetése győzelemmel kezdett hazai pályán az Orosháza ellen, és a második fordulóban is egy szoros, jó mérkőzést játszott az Esztergom ellen. Úgyhogy az már tisztán látszik két forduló után, hogy komoly játékerőt képviselnek. Mi ennek szellemében készülünk egész héten, hiszen még van két edzésünk a mérkőzésig. Ugye jól sikerült a legutóbbi idegenbeli túránk Gárdonyban, úgyhogy ezt szokásunkat szeretnénk megtartani, és a győzelem a cél ismételten, ahogy az egész bajnokság folyamán minden mérkőzésen, és reméljük, hogy idegenbe is elkísérnek minket a szurkolóink, ugyanúgy, mint ahogy Gárdonyban tették.